Nem, mert itt egy csomó nulló az, aki olyan, hogy elesztő semmi, és utána lehet. Úgy ébredtem föl, hogy álmodtam valamit, és akkor rögtön le is írtam egy picit, mert tudtam, hogy fontos, hogy ezt álmodtam. Még azt is el tudom mondani, hogy valószínűleg miért álmodtam ezt, de előbb az álom. Nagyon szívesen meghallgatjuk. Az álom tulajdonképpen egy emlék volt. Valószínűleg 10 éves lehettem, amikor egy nyári nyaralásra az édesanyám elvitt egy üdülőbe. És az üdülőbe az első nap borzasztóan tetszett minden, valószínűleg, és az álom ott kezdődik, ami az emlékeimben egyébként már úgy rendbe tartott, sokszor felidéztem, hogy le kellett feküdnöm délután aludni, pedig nagyon nem akartam, és már úgy éreztem, hogy nagy fiú vagyok, hát 10 éves korban, miért kéne aludni ebéd után. De lefeküdtem aludni, és fölébredtem valamikor később úgy, hogy nem tudtam, hogy hol vagyok. Kikeltem az ágyból, kimentem a szobából, és egy faborítású régi villa lehetett ez, valami nyilván egy előkelőbb tulajdonos, mint egy egyszerű üdülő, tehát az eredeti tulajdonos, és a régi bútorok között a padló is recseget, erre emlékszem, és valószínűleg mezitlábot sétáltam, jöttem, mentem, és hihetetlenül magányosnak éreztem magam, és elhagyatottnak és becsapottnak, hogy miért kellett lefeküdtem aludni, miért aludtam el, miért hagynak engem ennyire magamra. Az egész épületben még a lépcsőházra emlékszem, és jöttem lefelé, és később aztán megtaláltam a mamámat, aki egy társaságban a férfiakkal kártyázott kint a kertben. És amikor én mondtam, hogy hát ez valamit mondhattam, hogy ez egy disznóság, ez most az emlékem, ez már nem volt az álomban, de valamit mondhattam, hogy hát miért hagyott engem, akkor kinevettett ő is, meg a többiek is, hogy hát milyen kisfiú vagyok, hogy hát én hogy érzem magam ilyen rosszul. Na most ez a kinevetés, ez emlékezetes egy egész életemben, ez a dolog. Most az álomban ennyi történt, hogy ott felébredek valahol, és nem tudom, hogy hol vagyok, és tapogatózom lényegében az idegen helyen. És egy kis indulat van bennem emiatt, hogy miért vagyok én ilyen helyzetben. Na most az álom előzménye, amit azt gondolom, hogy teljesen értetővé teszi ezt az álmot, hogy 3 unokám közül 2 ott aludt most az éjszaka nálunk, és tudtam, hogy hát hajnalban ők elő fognak felébredni, mint én, és lesz szokásos játszadozás, de inkább az, hogy ott vannak, és föl fognak ébredni. És hát azért már aludtak ott, de azért mégis az otthonuk más, és hogy valahogy magamban, nem tudom miért, de erre gondoltam, hogy lehet, hogy idegenül fogják érezni magukat talán. Lehet, hogy ettől féltem el az álmomban. Ennyi. Jó, köszönöm. Valójában az én kérdésem arra irányult volna, hogy mi szeretett volna lenni gyermekkorában. De nagyon érdekes volt ez az álom kifejtés, és köszönöm. Tehát, hogy mindig is filmrendezőnek készült, vagy kukásra, tehát igen, tehát az a helyzet, hogy van néhány ilyen kisgyerekkori filmélményem, tehát ilyen, tényleg ilyen 4-5 éves koromból való. Az egyik, ahogy ezt azért szintén magamban úgy kikerestem, ez a Dzsungel könyve című film volt. Ez volt az egyik talán az egyik első film, amit láttam, aminek nagyon nagy hatása van az életemben. De az, hogy a filmek vonzanak, azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen nagyon tudatos élményem. Tehát nagyon szerettem moziba járni, és 15 éves lehettem, vagy 14 vagy 15, amikor a Jancsó Miklós Szegény legények című filmjét láttam. És sokszor megnéztem akkor is egymás után, és hát akkor tájt bekerültem egy amatőr filmes csapatba. Pontosabban igazából már 15 éves voltam, amikor oda bekerültem, és hát kész, attól kezdve eldőlt minden. Tehát, hogy a film az a világ.
vagy a világ az tulajdonképpen film. Tehát akkor nagyon régóta készült hát igen, erre a pályára, igen. És nem csalódott. Hát a nehézségekről folyamatosan bővülő képzeteim támadnak azóta is, és elképesztő nehézségeket láttam már régebben is. Ezt úgy fogalmaztam magamban, hogy a betonfalon kell átmenni. Na most kiderült többszörösen eddig, hogy sikerült néhányszor hihetetlen mázlival, szerencsével, de úgy átmenni. De nagyon nagy harc. Mint minden fontos életpálya. Hát igen. Köszönjük szépen. Szívesen. Bármikor, máskor is. Viszontlátás. Viszontlátás. Ennyi.